Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Hermitcraft Mocos epizód, amiben néhány dolgot kell közölnöm. Tegnap előtt, tegnap volt egy kis probléma a szerverrel, ami miatt kifagyott, igazából egy moddal volt probléma. Sanya beszerettem volna mutatni az Modular Force Field-et, a Modular Force Field System MFSS nevű modot, ugye, aki így ismeri. De amint belerakott ebbe, ami mutatja ezt a field, ezt a pajzsot, ugye, amit ez a force field rendszer csinál, belepakott, aki crashelt. Ami nála megnézhetitek ezt a videót, hogy is sikerült ezt neki létrehozni. És akkor utána szenvedtünk egy jó 2,5 órát, 3 órát, azt hiszem, hogy kiderítsük, hogy mit is csináljunk a szerverrel. Én próbáltam letölteni a mapet, de mindig megállt a letöltés, anyának sikerült, de nem indult el úgyse, hogyha kivettük belőle a modot, mert ugye, hogyha kivesztek egy modot a játékból, és van egy meglévő mapetek, akkor azok a blokkok, ami abbahoz a blokkhoz, vagyis ahhoz a modhoz tartoztak, azok elméletileg ugye eltűnnek. Na de ez valamiért nem történt meg, és a single playerbe se tudott belépni a mapre, úgyhogy visszatöltöttünk egy régebbi mentést, ami olyan 1 hét 10 nap között van valahol a mentés. Hát most már 10 nap, igen, tegnap még csak 9 volt, ma már 10 napos a mentés. Igazából annyira nagy vészes dolog nem történt. Mindjárt megmutatom, hogy mik változtak, és hát ezeket már láttátok, ugye, hogy itt tartottam már. Annyi történt, hogy picilag, hogy itt ugye nincs itt az ME rendszerem, még a méheim azok ebbe vannak, és ez a gyémánt láda fullosan tele van mindennel, nem pedig itt vannak a méhek az ME rendszerbe. Aztán innen hiányoznak az apiarik, de hát ez most 5 perces meló, ugye a bil az valamiért megvan, de hát én nem egy napon csináltam őket akkor, és ami még hiányzik, az a galaktikraftos kilövőállomás és galaktikraftos termem, ami igazából annyira nem nagy probléma, mert így utólag, ahogy gondolkodtam is, láttam, hogy lesznek a gépek, milyen gépeket kell még csinálnom, hogy kell elhelyeznem. Én úgy gondoltam, hogy ez a terem elég kicsi. Így gondolkodtam rajta, hogy az a terem, amit én építettem, az elég kicsi lesz neki, szóval majd egy nagyobb termet csinálok, és más konstrukció is lesz. Nem így fog kinézni, hanem egy kicsit ilyen, megpróbálom valami űrösebb, letisztultabb dologra csinálni. Ebben majd kikérem egy ismerősömnek a véleményét is. Szóval, hát hogy tényleg ilyen illeszkedjen a modcsomaghoz az a terem, amit én építek. Nem gyár lesz, hanem egy ilyen, igazából megvan már a blokk, itt is van. Ez a laboratóri blokk lesz a csizeltől, és majd valamilyen formába én ezt belepakolom. Ezeket, vagyis hát annak a formációit és különböző formációit fogom majd alkalmazni az építkezésnél. Úgyhogy, de azt nem fogjátok úgyse látni, egy újabb ilyen kis rendszert fogok létrehozni. Király lesz szerintem, amiket majd meg fog csinálni. Úgyhogy az megvan, a tárgyak azok megvannak, azokat lekraftoltam újra, amik ugye voltak, nem volt eme wireless sem, ugye? Ja, az is megvan most már, meg itt van a eme wireless terminálom is, szóval ezeket újra lekraftoltam, mert ezek tényleg nem nagy tételek, hát semmibe nem kerül, elég olcsók ezek a dolgok. Mondjuk egy torch, van torchom, nincs, akkor csinálunk. Mert az viszont stick az is kevés van, mindegy, most elég egy 64-es fákjához, így van. Hogy legyen fákja, mert ugye ott majd ki kell világítani a területet még ott a Meteor kráterbe. Úgyhogy, hát nem galaktikraftozunk, ez most kicsit elnapolva, újra. Már sokszor napoltam el, mert saját magam sem akartam vele foglalkozni. Hanem most egy kicsit... mondjuk most egy hirtelen egyet botániázok, ez biztos, mert szeretném kezdeni majd a runic oltárt csinálni. Szóval ezt most én, ennek hogyha beledobom, akkor egy manával fel fog töltődni. Mondjuk ide dobjuk bele. Így van. Ez meg is történt. Megkaptam a manát belőle. Kell nekem ilyen living rock. És hát a mana, hogy hívják ezt? Mana pearl, igen.
Innentől már nem Ender Pearl lesz belőle, hanem ilyen Mana Pearl. Ide lepakoljuk újra a, na, mondom, újra a, így a stone-t, hogy ez a Living Rock legyen belőle, mert ez a Pure Daisy virág, ez átalakítja. De látjátok, hogy ilyen effekt már meg is jelent a köveken. Ezt lehet, hogy itt most meg is várom. Ugyanis el szeretnék kezdeni egy kicsit foglalkozni majd a botániával is, úgyhogy ilyen apróságokat csinálok, hogy most például a runik oltárt akarom megcsinálni. Majd ennek is kitalálok valami jó kis... hát valami házikót, kicsit nagyobbat attól, nem tudom. Majd mi kitalálom valahogy, hogy mi történjen, hogy hogy is legyen, meg milyen legyen a kinézete, szóval ezeken még gondolkodni kell, ezek a design dolgok nálam úgysem mennek. Én ellennék egy föld dologba is amúgy, egy földházba, egy ilyen dirt házba, ugye ahogy szokták hívni. Nekem nem fontos az, hogy jól nézzen ki, de mivel sorozatot csinálok, ezért így most már fontos, hogy jól nézzen ki azért, amit láttok, nem pedig egy szar valaki, aki szerintem eddig fullosan kitettem magamért, ezt sose szoktam amúgy ilyen jót csinálni, mert ez most nekem nagyon tetszik, amit csináltam. Így itt is még rendezettebb, szóval még itt jó sok részt fogtok majd látni ebből a sorozatból. Van még elég sok dolog, amit meg szeretnék benne csinálni, és alakul is át. Ahogy leraktam, abban a sorrendben alakulnak át így a kövek. Jó. Hát akkor, ha már meg is vártam, akkor újra kiütöm. És akkor lerakom újra. Hogy legyen ilyen bőven nekem, mert bár nem tudom, hogy mihez kell, mert ugye a botániának még nem jártam utána. Elég kevés időm van körülbelül mindenre. De csinálok egy runik oltárt, és akkor az már jó lesz, hogyha van. Elméletileg nem ebbe a craftba, mondjuk itt. Hogyha én ezt így ide megcsinálom, akkor nekem meg kell kapni. Így van. Ilyen, és kell egy darab ilyen. Majd még elolvasom azért a könyvet, hogy biztos legyen. De elméletileg, hogyha lerakom és összepárosítom egy mana spreaderrel, amit viszont csinálnunk kell. Leave. Igen. Livingwood. Azt hiszem 6 kell hozzá, hogy is van? Így. És akkor kell nekem egy valami shard féleség. Nem? Akkor beírjuk, hogy yellow, hát legyen yellow. Hogy kell ezt csinálni? Így. Na, ezt most megnézzük, elfelejtettem, hogy hogy van. Rég csináltam. Basics. Runic oltár, Lexica botánia. Ja, igen, nem. Hoppá, nem. Vissza. Mana spreader, azaz. Igen, és hogy ez így tudja. Van a forest. Jó, de nekem a... Ja, egy aranyblokk kell. Jó, meg is sok. Na, lecsúszik az asztalomról attól mindig így az ölembe. Ne csinálja ezt. Jó, ezt akkor ezt a resetet el is felejthetjük. Akkor megint beírjuk, hogy leave. Igen, leaving. Te hova lett? Ez elméletileg... Igen, szóval... Ja nem, te. Nem emlékszem. De jó. Rövid az agyam, kihagy. Nem, már rég fáradt vagyok. Mindegy, csinálunk akkor Livingwoodot. Hát most komolyan nem tudom, hogy hova tett. Mindegy, nem is keresem. Majd videóba visszanézem, hogy mit csináltam vele, mert... Hoppá! Nem tudom, őszintén szólva. Úgyhogy lerakunk egy kis logot. Azért megnézem el megint. Teljesen mindegy, hogy milyen formában rakjuk le. Mert teljesen mindegy, hogy milyen formában rakjuk le. Addig lerakok egy ilyen runik oltárt, hát nem is tudom, hogy hova. Merre tegyem le. Merre tegyem. Mondjuk tegyük le ide.
elméletileg, hogyha valami olyat kell csinálni, hogy rá kell dobni egy... Vagy amikor már kap manát, akkor... Lehet. És egyel odébb kell rakni, mert még kell egy spreader is, sőt akkor... Ugye oda megy a spreader... Na, tegyük ide, így. Na. Jó. Te megalakulhatnak kicsit gyorsabban is azért. De mindegy, hogyha már itt vagyunk, akkor itt is itt egy crafting table nem fog azért befutni. Úgyhogy kell olyan, hogy gold. Meg kell mondjuk ne izé legyen, hanem black. Na, botod van sokkal. Na. Légy szíves, alakulj át. Tök jó lenne. Azaz. Nagyon jó. Úgyhogy eddig be is szórom ide ezeket. Ennyi elég is. Bőven. Igen, jól emlékeztem, hogy 6 kell hozzá, ugye? Jó, és akkor... Ezt összekapcsoljuk ezzel. Jó. Ennyi igazából, mert ugye azok töltik föl ugye ezt, ami szétosztja a manát, ez abba tolja, hát ez ebbe, ez még így felállt a manát, úgyhogy minden megvan. Ez most így marad, ez nekem nem fontos. Nem is ezt akartam csinálni én ebben a részben, csak mondom, egy kis mellékes mindig fogok majd foglalkozni én a botániával, mert hát azzal is kéne haladni, teljesen elfelejtkeztem róla. Hanem egy nagyon király dolgot, amit majd amikor új bázis, vagy új terem lesz a Galactic Craftnak, akkor fogok használni. Ez pedig nem más, igen, láthatjátok, hogy ismét egy kis mechanizm. És ki is veszem hozzá, ami kell nekem. Így van, kettőt eszerak. Szóval ismét egy kis mechanizm. Ez pedig nem más, mint amivel fogunk ma foglalkozni. A, ha látnám, teleportáló kapu. Mechanizmus teleporter. Ez egy nagyon jó kis cucc, mert meglátjátok, hogy miért is. Megnézzük, mink van belőle. Egy darab. Uha, az nagyon jó. Obsidian. Hol van még bőven? Úgyhogy csinálhatunk belőle. Hogy is kell? Már is felejtettem. Ennyi obsidian. Pulverized obsidian. Ez nekünk nem jó, hanem... Te csak annyit csinálok, amennyi kell. Hogy is van? Crusherbe még be kell rakni? Nem. Hogy működik? Már már felfedtem ezt is. Akkor veszünk ebből ki, hát most olyan nagy dolog nem történik. Ugye egy ingot lesz belőle, így van. Meg kell még izé nekünk glowstone egy darab. Hogy megcsináljuk a teleporter frame-et, és azt hiszem a szükséges mennyiség így meg is lesz hozzá. De az mindjárt ki fog derülni, úgyis. Hát akkor itt gyorsan összekraftoljuk, hogy kicsit rég ilyen 20. századi módszerrel is kraftoljunk. Én ezt úgy gondoltam, hogy ezt a teleportáló kaput... Én lentre gondoltam, mert ott ilyen frankon be tudom tenni a falba, úgyhogy nem zavar. És mondjuk úgy kéne, hogy... Ja, így. Ide. Nem is tudom, hogy mekkora lesz ez pontosan, mindjárt ki fog derülni. Ugye ott egyet kihagyunk, mert oda középre fog menni majd a... A közepe. Na, hát ez így pont elég. Igen, egy ekkora kap lesz, semmi nagy. Jó, és akkor még meg kell nekünk csinálni, de ha itt vagyunk, szerintem az is jó. A teleporter részét, amihez nekünk egy ilyenre van szükségünk. Ah, és van hozzá minden? Pont csak ennyi volt. Jó. Nagyon reménykedtem benne, hogy van hozzá minden, és ehhez is van minden, hihetetlen. Hát ez elég gyorsan kész lesz. És akkor még lentre teszünk egy blokkot, az nem más, mint ugye a Tesseract. Privátra állítjuk. Receive Energy lesz.
Energy Receive, és akkor Power ki, rákötjük, ez így már elméletileg kap is áramot. Így van, no link, mondjuk legyen a linkünk 0110. És ha csináltok még egy kapot, és annak is beállítjátok ezt a 0110-t, akkor itt megjelenik egy ilyen, hát olyan, ilyen, nem tudom én micsoda, egy ilyen layer, igen, ami például van a Nether kapunál, vagy ami van a Mining World-es kapunál, csak ez azt hiszem lila, ilyen rózsaszínes, lilás, narancsárga, meghatározhatatlan szín, de nekünk, ami nagyon király, hogy van, nem is kell másik teszerak most, az a, és hát ennek a dolognak van portable verziója is, portable teleporter, nagyon jó, csinálnunk kell ilyen, hogy is hívják ezt, ilyen nézzük, alloyt, megnézzük, hogy a alverziója van-e neki, van. Úgyhogy, hát akkor vegyünk ki annyit, hogy párossával legyen. És ehhez kell nekünk, ugye a... Igen, az obszidián, ha jól emlékszem. Remélem, hogy az kell. Nem hülyeségből raktam bele, ez az. Az kell bizony. Nekünk elég ugye kettő. De is megyünk, mert úgyis föl kell tölteni majd a kis cuccunkat. Úgyhogy meg fogjuk ígyni. Ez meg is van. Ismételten. Megnézzük, hogy van-e hozzá. Nem. Az Energy Tablet az hiányzik. 1, 2. Most így van, meg sikerült gyártani. Jó, ezt most feltöltjük nagyon gyorsan. Nagyon tényleg minimális energiát használ a teleportálás, majd mindjárt meglátjátok. 400 ezer erre fér bele? Igen, jól tudtam. Annyi a lényeg, hogy ezzel is jobb klikkelünk így a levegőbe, és akkor ezen is belítjük a 0110 és ready. Így van. Ezzel már hogyha rányomtok a teleport, akkor ide tudok jönni. Egy teleporttel lesz, látjátok, ez nagyon minimálisat használt, hogy mennyit ez? 424 RF-et használt. Most megnézem, hogy a távolsággal nő le ez a mennyiség. De, opa, de szerintem fog nőni. Ez mindjárt ki is fog derülni. Nézzem, a videó végére be is rekedek. Elszállok jó messzire. Ez azért jó, ugye, mert hogyha én nem botániázok, de mondjuk már van a wireless termin, ami nagy könnyebbség, de óvon francba valamit ott hagytam, nem kell mindig visszafotkosni, hanem csak nyomok egyszerűen egy ilyet, hogy hopp, teleporter, és már meg is érkeztem. Van az a kérdés, miért csak a fal felé rak le. Igen, most 2092 RF-et használ, nem, 1092 RF-et használtunk el. Szóval ez a távolsága nő, de minimálisan. Nem olyan vészes ez, amit elhasználunk, ugye? Ezt is visszatöltjük. Jó. Érleg, mivel, sőt, valószínű, hogy elég sok helyre fogok rakni a wireless charger-t, mert nem tudom, milyen hatótávolságba tölt. Úgyhogy, te majd utána nézek. De sok helyre fogok rakni, hogy mindenhol ezeket a dolgaimat tudjam tölteni, ugye, amiben belenézek. Ne átózélig legyen, hanem number szerint így. Amiben belenézek, vagy ugye a teleporter például, hogy az tényleg úgy működjön, hogy nagyon jó legyen nekem, és mindig fel legyen töltve. Jó, ez megvan. Én gondolkodtam azon, hogy hogy is lehetne. Ugye fogok majd a méhekkel is tüzetesebben foglalkozni, de most ez egy kicsit, hogy egy héttel vissza lett bekapolva a szerver, ez egy kicsit ebben hátráltat, de nem sokat, tényleg csak kevesebb, most elég kevés időn van játszani, csak hogy szépen nézen ki így mögötte is. És ezért vagy építkezek, vagy felveszek, szóval inkább a vagy felveszek mellett döntöttem. De a méhekkel is fog foglalkozni, ugye mondtam, hogy majd a frémeket azt automatán fogom gyártani, a nem is a leggyengébbet, ezt a... nem tudom, most nevüket mindig elfelejtem. Frém. Szóval nem ezt az untreated frémet fogom én gyártani, hanem az impregnated frémet, mert hogy az sokkal jobb. Igen, ezért fogom gyártani egyszerűen, mert az sokkal jobb, és azt le lehet gyártani, mint a proven frame-et, amihez nekem sok mag kell.
ami ugye a seedből lesz. Most van 10 000, de hát ez nagyon gyorsan elmegy. Ez elég kevés, ami van, szóval egy kicsit föl kéne ezt pufferelnem. Nem tudom, hogy a magot azt én így van, beraktam, nagyon jó, ebbe a rendszerbe. Szóval nyugodtan le is rakhatok egy ilyen better chest-es farmot rá, úgyhogy le is fogok rakni most. Nem is a better chest, hanem a chest, így van. És akkor nekem ehhez kellenek az upgrade-ek. Azt nem tudom, hogy mekkorát csináljak. 5 fér bele, ugye akkor ültet 11-re, nem 10-re, 10 széles, mindez 5 kínálma, szóval nekem 4, hogyha elég 3 is. És akkor, ugye nem, beírjuk, hogy upgrade, az a legegyszerűbb upgrade, és akkor tényleg azt szedem ki belőle, ami kell. Ugye, ez nem is kell vele, mert úgyis rögtön küldöm át a cuccot. Ugye ebből is 3 kell, hogy mindet levegye. Light upgrade, ebből mennyit lehet rakni? 1-et. Jó. Mi van még itt, ami kellhet nekünk? Ugye ez megvan, a slot upgrade, a light upgrade, a rain upgrade. Ebből csak 1-et lehet? Igen. Jó. Szóval minden megvan a chesthez, de... melyik a modban is van az a királyföld, amit lehet gyártani? Pillanat, egy kicsit gondolkodom. Nem. Nem Mericulture-be, a Practicalities-be van. Nem. Nem. Nem itt van. Hanem akkor a Extra Utilities lehet. A francot találgatok, hát van ez a... Ez milyen mód? Random Things, az kell nekem. Random Things-nek van egy blokkja, ami úgy neveznek, hogy Fertilized Dirt, ami így készül, és ezen elméletileg sokkal gyorsabban nőnek a növények, szóval én ebből megpróbálok a legkicsit többet gyártani. Kell bone meal. Az, ja igen, mert most van egy hét kiesés, és ugye, de elméletileg, van, igen, szóval ezt még akkor jól emlékszem, legyártottam. Sok bone meal-t. Igen, úgyhogy tudok csinálni ilyen random things-es földet. 60 még lesz. Van. 2 stack. 3 stack. Szerintem 3 stack az bőven elég, csak az a kérdés, hogy erre ültet-e ez a szal. Ezt szerintem most ki is próbálom. Hoppá. Az a biztos. Én ide ezt lerakom. Ja, és kell energy upgrade is tényleg. Mert ezen aztán sokkal gyorsabban nőnek a dolgok. Ha nem, akkor nem tudom, hogy lehet ezt beautomatizálni. Energy, azt elfelejtettem, mert az ilyen... És akkor viszek már seedet is. Milyen seedek vannak már? A pumpkin, snowwell, az igen. Barley, az majd kell. Nem tudom, hogy barley-t, lehet, hogy barley-t nem. Ez is jó lesz, bár a barley valamivel gyorsabban nő, de most ez is jó lesz a kipróbálásra. Szóval fogjuk a... ennek egy kalapácsa, így van. Jobb klik. Ja nem, shift. Hoppá! Az igen. Oké. Okay. Akkor egyesével. Energy. Ray. Light. Ajj, az sok lett. Nagyon jó, nem ültet rá. Mert ezen elméletileg sokkal gyorsabban nőnek a növények. De erre én sem tudok ültetni. Ez viszont nagyon érdekes. Dying machine. Tutor.
hogy ültetek erre? Ez nagyon érdekes. Kell egy hú, hogy nézzük, hogy le lehet-e szedni a tetejét. Hogy csak ezt nem tudta leszedni, vagy én se tudom. Aha! Szóval, hogyha én leszedem, akkor utána fog ráültetni. Mert látjátok, hogy már sokkal gyorsabban nő azon amúgy. Na hát ez nagyon jó. Oké. Így lesz. Ajajajajaj, nem akarok ennyire hatékonyan. Túl, de nagyon erős ez a csákán. Csak ugye ebben a részben is el kell ezt mondani. Jó. Ezek úgyis gyorsan visszaalakulnak. Én meg ezt fogom is. Lerakom ide. A blokkot, amit kis sikerült ütnöm. Középre rakok egy fülblokkot, ugye, mert az ott volt. De miért van mindig egy... Ja, nem ott van, jó. Semmi. Azt hittem, hogy megint egyre kevesebb blokkon van, mint amennyit már. És akkor... mondjuk, ha lerakom ide a Better Chest-et. És belerakom a... 3 upgrade-et, az 6. Na, ja, energy, először. Rain, light. 1-2-3, 1-2-3. Szóval 6, 1-2-3-4-5-6. Ide is. 1-2-3-4-5-6. Itt is. 1-2-3-4-5-6. Nagyon jó. És 1-2-3-4-5-6. Itt is. 1-2-5. Ájj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 
De így pont jó lesz, sőt, ezt majd rögtön ki is cserélem. És akkor ugye nincs más dolgunk, mint hogy ebben a sávban, amit én most itt kijelöltem nagy nehezen, felszedjük a földet. És akkor kicseréljük erre a random things-esre, mert ez sokkal hatékonyabb. Hú, ezt nagyon kiszámoltam. Igen, vannak ilyen véletlenek. Remélem nem fog spannolni mag rajta. Megpróbálom úgy lerakni majd a fákjákat, hogy újra vissza. Már mondjuk itt most ez világít nekem. Mennyi földet szedtünk föl? 2 stack plusz 34. Az nagyon jó. Fertilized dirt. Ez miért más? Ennek már leszettem a tetejét, aha. Igen, ez még azért ilyen, mert ennek még nincs leszedve a teteje. Úgyhogy most fogjuk, és így tényleg ilyen turbóba megcsináljuk itt. Amilyen gyorsan csak tudom, ezt vissza is foltozom. Utána szépen le kell szedni a tetejét. Hoppá. Kösz. Kimaradt egy blokk. Ja. Remélem elég lesz. De hát elméletileg ugye, ahogy láttátok, eleget csináltam hozzá, úgyhogy elégnek kell lennie. És akkor talán így elég lesz, hogyha csak egy ilyen farmot építek, mert ez a seed oil gyártás, ez nagyon meg tudja enni ám a magokat tényleg, szóval nem most fog, lehet, hogy egy hét múlva, de én már előre megcsinálom ezt a farmot, lélek, hogy legyen rengeteg puffer dolgom. Itt most én ezt tudatosan nem ástam be. Oda meg ide is jön cucc. De jó, hogy nálam van a wireless eme rendszer, tudok benne keresni. Mégpedig egy chestet megint, ami nem más, mint ez az agráros chest, akkor hívjuk már így. Igen. Kell nekem még olyan az emiből, hogy
Translocator, igen, kettő, és kell az a Diamond Nugget is. Így van. Egy darab Diamond Nugget is kell hozzá. Egyet ide rakunk, egyet ide. Várjunk csak, hogy van, hogy arra kell rakni a Diamondot, amiből jön. Elméletileg. És azt kell benyomni, ahova akarjuk, hogy menjen. Ja, igen, nálunk van. Jó. És akkor hagyjon benne. Tizet mindig hagyjon benne. Ennek pedig, igen, ez a filter. Jó, akkor jól állítottam be. Igen, ebbe pedig menjen a sheet, meg majd, hogyha nőtt barley, akkor a barley-t is kiválasztjuk. Ugye most még csak oda tud ültetni, de nekünk van kapánk, amivel mi frankon végigmegyünk az egészen. És még közben láthatjuk, hogy mennyivel gyorsabban nőnek azok a magok. Látjátok, az már meg is nőtt 14%. Jó, mondjuk ilyen a simában is van, de ezen tényleg gyorsabban nőnek. Ezen a blokkon. És milyen jó, hogy így meg lehet oldani ezt az egészet. Annyira örülök neki. Hogy csak így leveszem a tetejét, remélem ki fogja bírni ez a kis kapa. Jó, felvettük. Ezt a kis áskálást. És felkapáljuk a földnek a tetejét. Jó sötét amúgy így, hogy lekapálom a tetejét. Igen, most 10-et benne hagy ugye, mert az van beállítva. Mondom, 10-et benne hagy. Akkor ezt mi nem rakjuk ide le. Ja, 10-et persze benne hagyott. Jó. Ja, de van nálunk izé. Kiveszek annyit, amennyit akarok. Na, állj le. Na, így. Ezért csak sikerül leültetni valamennyit. Igen, egy kicsit belebakiztam a dologba. Mindjárt még azt leülteti. Hú, az jó gyorsan nő, nézzétek csak. Így szerintem az egész látszik, hogy ezek itt bezavarnak. Látszott a chest mögött, megint nőtt. Ja, elég gyorsan nőnek. Király. Na most már be van ültetve az egész, ugye? Igen. Ja, és akkor tudok, még meg kell szoknom, hogy van ilyen wireless-em, mert akkor tudok kivenni mintát. Ugye? És akkor be tudom állítani végre ezt a translokátort. Hogy? Ja nem. Na szóval. Így. Így, és állj meg. Jó. Be tudom állítani, hogy 6, 7, 8, 9, 10 maradjon benne. Nagyon jó. Ezt pedig be tudom állítani, hogy ezt és ezt vigye át. Így van. Nem? Fordítva. Négy van benne. 5 van benne. És akkor most csak tényleg tesztből rakok bele egy stack ilyet. Meg egy stack ilyet. És mindjárt kiderül, mennyit hagy meg. Jó, át is vitte. Összesen 10-et hagyott meg, nagyon jó. Hát akkor működik a rendszerem. Ugye ez azért kellett, hogyha most én például megfogom majd, én utána visszaraktam a követ a helyére, és megfogom és ezt ide rakom, akkor le tudja ültetni, hogy legyen neki egy kis tartalékja, mert azt a translokától az iszonyú gyorsan szívja át az itemeket, mire ez learatná a búzát, nem tudná újra leültetni egy üres helyre. Ezért kell ez a 10 darabos. Szerintem ez a 10 darab elég, de lehet, hogy még állítok rajta majd. Nem. 10 darab elég lesz szerintem arra, hogy mindig újra ültesse.
Lehet, hogy nem elég most gondolkodom, hát ezek úgy nőnek, mint az állat. Akkor növelünk a számon. Szerencsére kézzel is lehet. Legyen 32. És addig nem fogja átküldeni. Nem akartam gyorsan ráérkezni. Hopp, ennek le kell venni a tetejét. De hova lett a kapa? Ja, itt van. Nem látok már. Jó, és hát... Itt miért spannol mód? Mondjuk, hogyha ide rakom, akkor meg ott spannol. És ha ide rakom, ott is, akkor rakjuk ide, meg rakunk egyet ide, és akkor így a tuti. Így van. Így nem spannol sehol, viszont ezt kikapcsoljuk, mert nagyon megfogja ez a mob spannoló nézés, vagy mob spannol hatás lehetőségnek a megnézése. Ilyen szépen fejezzük magunkat. Na, már le is, meg is nőtt egy. Szerintem ez elég gyors. Elég gyorsan nőnek benne a blokkok. Úgyhogy, hát a teleport ezt szerettem volna bemutatni, igen, meg mindenképp ezt szerettem volna megcsinálni. Hogy ez itt működjön nekem. Itt lesznek akkor ezek szerint a farmok, most már így eldöntöttem. Még majd ide ugye fogok csinálni majd valamikor, amikor már beleástam magam nagyon a méhészetbe, ugye akkor a fakeresztezésbe is egyszerre. Akkor oda fogok csinálni egy ilyen citromfa, vagy valamilyen gyümölcsfát, lehet, hogy cserrit fogok csak, és akkor azt fogom még daráltatni, hogyha majd arra az energiámra is szükség lesz már. Úgyhogy vissza is teleportálok a házba. Ez olyan menő. Ezt meg vissza... Hoppá, a kalapácsot nem kellett volna elküldeni. Nem baj, meg tudom keresni. Ez a szerencse. Ezt meg kidobom, ezt a húrt. Ez használt. Jó. Azt mondja, hogy annyi mindent tudok állítani, nem is tudom, mit nyomjak. Portable. Teleport. Így van. Nagyon jó, itthon is vagyok. Úgyhogy ennyi lett volna ez az epizód. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha pedig szeretnétek, hogy legyen Hermitcraft Mod Sauce epizód a csatornán, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!